Üdvözlök mindenkit, Helmich József vagyok, az EvoPro csoport marketing vezetője. A hátam mögött áll az elektromos moduló autóbusz, amelyet idáig elvezettünk egyenesen Halifaxból New Yorkon keresztül, illetve át a nyugati partra. Az apropója ennek az eseménynek, hogy részt veszünk egy nemzetközi eseménysorozaton 80 nap alatt a föld körül elektromos járművel, és a sok Tesla és egyéb autó mellett mi úgy gondoljuk, hogy az elektromobilitás már a tömegközlekedésben is elérhető, és az egész világon megoldható, hogy most már az elektromobilitás a buszok területén is a széles közönség szolgálatára álljon. Jelen pillanatban ez az első Amerikában, ami nyilvánosságot jelent a média számára. Ugyanis egy eléggé feszített tempó volt az, amit Halifaxtól teljesítenünk kellett, ugyanis későn jött meg a hajó, így a többi csapat után kellett erednünk, és a Teslákat is ugye beértük. Tegnap érkeztünk meg Los Angelesbe, úgyhogy ma ugye az első lélegzetvétel az itt van, úgyhogy itt tudjuk bemutatni először az autóbuszt, így széles közönségnek. Először meglepődnek, de nagyon nagy a pozitív a fogadtatás, és drukkolnak és üdvözlik ezt a terméket, és el is csodálkoznak azon, hogy ez egy futó termék, és nem csak egy prototípus, ugyanis Budapest utcáin már 20 darab forgalom van május óta. Hogyha a piacot nézzük, ugye ez a busz ott készül, ahol készültek a NABI buszai, a régi kompozit felépítményű NABI buszok, amiből itt Los Angelesben is több száz darab van még üzemben. Ilyen téren van relevanciája annak, hogy Amerikában is magyar buszok legyenek. Ez a busz abszolút kompozit, üvegszálas kompozit felépítésű, könnyű szerkezetes, direkt elektromos járműnek készült. Ugyanazzal a módszerrel lehet különböző méretű buszokat gyártani, így a gyártás technológia egyszerű, illetve az üzemeltetése rendkívül kedvező, és a fogyasztása is. Illetve a felépítéséből adódóan tágas, 20-30%-kal több utast tud elvinni, 20-30%-kal kevesebb önsúly mellett, mint egy egyéb ugyanakkora méretű busz. Tehát a többi csapat 9 Tesla modelles, egy Roadster, illetve egy Denza, ami egy kínai autó, illetve hát van a magyar elektromos busz, és először úgy nem gondolták komolyan, hogy ezt mi végig tudjuk csinálni, de ahogy látták egyre jobban az eredményeket, és hogy tudunk velük haladni, egyre több gratulációt és érdeklődést kaptunk. Nagyon fontos ezt kiemelni, hogy Magyarországnak lehetősége van a híres buszgyártását akár újra indítani, illetve nemzetközi mércével is az elsők közé újra felhozni. Ehhez természetesen kutatásfejlesztés, innovációra van szükség, és minél több hazai referenciára, gyártásra, és hát a külföldi piacokat, hogy el tudjuk látni, a sorozatgyártásnak a feltételét meg kell teremteni. Abszolút azt érezzük, hogy van külföldről érdeklődés, mind a termék üzemeltetése, mind pedig akár a helyi összeszerelése iránt. Egyáltalán nem álom, vagy ha álom, akkor egy magyar-amerikai álom, amely igenis megvalósítható, mert megvan hozzá jó produktumunk, itt megvan hozzá a piac, és azt gondolom, hogyha például valaki 3 évvel ezelőtt azt mondja Magyarországon, hogy egy magyar film, amely a magyar adófizetők pénzéből készült, 3 év múlva Golden Globe meg Oscar díjat nyer, akkor talán megmosolyognak bennünket és kinevetnek. Hát nem, ahogy besöpörtük a Golden Globe-ot meg az Oscar díjat az idén, ugyanúgy piacon is hely tudunk állni, ha ilyen termékekkel jelentkezünk, mint például ez a magyar busz. Nyilván itt még sok munka van ezzel kapcsolatosan, a piaci bevezetés, illetve az, hogy meg tudjuk szólítani azokat a piaci szereplőket, akik érdekeltek lehetnek abban, hogy ilyen buszokat vásároljanak. Csak megjegyzem, hogy például Los Angelesben több, még a Kaposváron gyártott NABI buszokból még a mai napig is több üzemben van. Hát itt az alkalom, és itt van ez az elektromos busz, amely felveszi a Tesla buszaival is a versenyt, úgyhogy szurkolunk és megteszünk mindent azért természetesen, hogy piacot szerezzünk a magyar buszoknak. Óriási nagy jövőjük van, hiszen az energia felhasználással azzal, illetve hogy alig használnak föl energiát, hát mindenképpen van jövőjük. Azon kívül, hogy ezt itt most be tudták mutatni Los Angelesbe, úgy gondolom ez is hatalmas dolog, hiszen itt Tesla, Toyota Priusok tömkelege megy az utakon, úgyhogy egy ilyen magyar busznak, hát ez egy kuriózum volt itt.